Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves diákok, kedves nézőink! Szeretettel köszöntöm Önöket a 8. kiugró szolnoki fiatal tehetségek gála műsorán. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Urbán Ildikót, a Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal igazgatóját. Dr. Csór Györgyöt, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés társadalmi alelnökét. Szutor Iszügyi Csongort, a szolnoki tankerületi központ igazgatóját. Császár István urat, a Jász-Nagykun Szolnok tehetségsegítő tanács titkárát. Tapasztó Ildikót, Szolnok megyei jogú város polgármesteri hivatalának, oktatási, kulturális és sportosztályának osztályvezetőjét. A megyei és a városi önkormányzat megjelent tisztségviselőit, képviselőit, városunk intézményeinek, szervezeteinek megjelent vezetőit, kedves fellépőinket, felkészítőiket és szüleiket, kedves minnyájukat. Szolnok megyei jogú város önkormányzata és a Jász-Nagykun Szolnok tehetségsegítő tanács hagyományteremtő céllal indította útjára 2012-ben kiugró címmel a Szolnoki Fiatal Tehetségek Gáláját, amely a kiemelkedő képességű tehetséges diákoknak ad bemutatkozási lehetőséget városunk népes publikuma előtt. Míg páros évek tavaszán a középiskolások, páratlan években az általános iskolások kapnak lehetőséget arra, hogy feltárják a különböző művészeti ágakban és egyéb területeken elsajátított tudásukat, tehetségüket. Az idei megmérettetésen a Szolnokon élő, illetve tanuló, valamint a Szolnoki Tankerületi Központ intézményeibe járó általános iskolások vehettek részt. Összesen 13 iskolából 57 produkcióval 178 diák nevezett az idei megmérettetésre. A mai gálán Önök a zsűri által a három elődöntő során legjobbnak ítélt műsorszámokat láthatják. A zsűri tagjai ezúttal a következő szakemberek voltak. A zsűri elnöke és a ma esti gála rendezője, Kis József Jászai Mari díjjal kitüntetett drámaíró, rendező, a Szigligeti Színház művészeti vezetője. A Bonyi Katalina Bartók Béla Zeneiskola intézményvezetője. Bagdi Gabriella, Szolnok megyei jogú város polgármesteri hivatalának, oktatási, kulturális és sportosztályának munkatársa. Csatóné Fekete Szabó Andrea, a Szolnoki Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese. Kuruc Anita és Tarjányi Éva, a Szolnoki Tankerületi Központ munkatársai. Pintó Boda Bianca, Szolnok megyei jogú város polgármesteri hivatalának oktatási, kulturális és sportosztályának munkatársa. Simon Gyula, a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum Ruhaipari Középiskolája, általános iskolája és kollégiumának tagintézmény vezetője, a Tisza Táncegyüttes művészeti vezetője. Szabó Zsolt, a Tiszaföldvári Férfi Kórus Egyesület karnagya. Tapasztó Ildikó, Szolnok megyei jogú város polgármesteri hivatalának oktatási, kulturális és sportosztályának osztályvezetője. És Vajna Katalin, Csokonai Alkotódíjas karnagy, zenei szakértő, a megyei önkormányzat címzetes vezető főtanácsosa. Köszönjük munkájukat! Az előző percekben Samu Dóra Jászmin, az újszászi Vörösmarty Mihály általános iskola tanulójának produkcióját láthatták, felkészítő tanára Kovács Tukacs Ágnes volt. Gála műsorunk második fellépője Bogdán Gyöngyvér Borostyán, akinek előadásában Bozza Erdövél című művét hallgathatjuk meg, zongorán kíséri Nánási Erzsébet, felkészítője Kovács Anikó. Harmadik műsorszámként kérem fogadják szeretettel Balog Imre produkcióját, aki Komarovszki Vidám fürdőzés című művéből ad elő egy részletet, zongorán kíséri Karsai Gabriella, felkészítője Kis Bálint. Őt követi majd Borsi Blanka, aki fuvolán adja elő Bartók Román népi táncok című művét, zongorán kíséri Szikora Ilona, felkészítője Nagyban a Dóra. Azután Kis Helén fuvolán játssz el Muszorszki Gopak című művének egy részletét, zongorán kíséri Karsai Gabriella, felkészítője Kis Bálint. Thank you.
Bakos Gergő Dominik, Petőfi Sándor Szeged Szeggel című versét szavalja, felkészítője Demeter Orsolya, majd Aranyos Máté Marcelt láthatják a színpadon, aki gitáron ad elő Keletájúd művéből egy részletet, felkészítő tanára Bögös Dániel. Meghallgathatjuk Szénási Ákos produkcióját, aki Szárérász Ámol keringőjéből játszik el egy részletet, felkészítője Krajcár Zsolt. Ákos után Orisek Natália lép színpadra, aki hegedűn adja elő Handel E-dur szonátájának első-második tételét, zongorán kíséri Szikora Ilona, felkészítő tanára Heinermann György. Petőfi Sándor, Szeged Szeggel. Jaj, a háta! Jaj, a háta! Oda van. Szomszéd bácsi kiporozta csúfosan. Átkozott a görcsös, fütykös somnyele, mellyel engem oly pogányul csépele. Miért is tart hát kertet, s benne körtefát? És az Isten rád gyümölcsöt minek ád? Csábítólag kandikált a körte rám, csábjait ki már sehogy sem állhatám. Átugortam a palánkot, átesém, hogy megingott bele májam és besém. S nem elég ez. Szomszéd bácsi rajta kaps, akkor jött még a valódi had, de had. Én teremtő. Miért is értem e napot? Megrakott, hogy minden csontom ropogott. Nesze, mondta, nesze másik, harmadik, és a mindentudó tudja hányadik. Jelen volt a hold világ alakzinál. Búsan nézte, szomszéd bácsi mit csinál. Fellegekből vett magára gyászmezet, és megosztva szenvedésem, könnyezett. Ő, csak ő nem könyörül-e egyedül. Három a tánc, mondtas, egyre hegedült, hegedült a bottal hátam közepén. Keservesen, síralmasan jártam én. De szennyol van, kiheverem én a bajt. Visszakapja még a kölcsön. Vissza majd, tudjuk hányat vert az óra, tudjuk ám. Ön is rak a tűzre rossz fát, bácsikám. Ablakunkhoz esténként miért sompolyog? Vettem észre, hányadán van a dolog. Más szemében ő a szálkát megleli, s az övében a gerendát feledi. Tegye lábát ablakunkhoz ezután? Fogadom, nem nézek által a szitán. Megugratni vagy anyánkat hívom át, vagy leöntöm Dézsa vízzel a nyakát. Thank you.
Most 8 produkciót látunk a színpadon. Zsíros Bíborka Anna, Vas Albert, Mikor a bujdosó az Istennel beszél című versét szavalja el, felkészítője Demeter Orsolya. Majd hallgassunk meg Haydn Német tánc című művéből egy részletet Máté Csongor Őrs előadásában, felkészítő tanára Nagykovácsiné Molnár Melinda. Őket követi az Ádám Jenő Fuvola együttes, mely a When Johnny Go Marching Home című számot játssza el, felkészítő tanáruk Péli Ildikó. Kuruc Anna Vanessa előadásában a West Side Story amerikai dalból hallgathatunk meg egy részletet, zongorán kíséri és egyben felkészítő tanára is Szabó Katalin. Láthatjuk a színpadon az Ádám Jenő Csengettyű együttes produkcióját, Molnár Botond Ady Endre Dalok a labdatérről című versét adja elő, felkészítő tanára Molnárné Orosz Szilvia. A szavalat után ismét egy zongoradó a színpadon, Ránki György a Két Bors Ökröcske című művét Bártfai Vivien és Bártfai Botond előadásában hallgathatjuk meg, felkészítőjük Nánási Erzsébet. Majd a színpadon Nagy Kornél Márk, aki zongorán játssza el Astor Piazzolla Inferno Porteno című művét, felkészítő tanára Nagy Tamás. Vas Albert, mikor a bujdosó az Istennel beszél. Uram, én nem tudom az igazságot, miképpen osztogatod ezután, hogy mindenkinek bár maréknyi jusson. Annyit tudok csak, esztendeje immár, hogy végigdult a vihar otthonunkon. Tudnod kell, uram, hisz minden tudó vagy. Nem akartunk mi semmi mást, csak élni. Szántani, vetni és remélni. Vetni és remélni jó munkáért vidám aratást. Nem imádkoztunk sokat, az igaz. De szerettük a világodat, uram, ahogy megadtad, gondokkal telítve, búval és örömmel fűszerezve, a tövisek között egy-egy virág. Szép volt, uram, jó volt a világ. Szerettük a patakodat, mely zengve selyempartok közt vígan szögdösött, a szellőt, ahogy hegyeidről este virágillattal megrakódva jött. Hajnalodat, amikor bokrétásan felkacagott az ablakunk alatt. Szerettünk minden bokrot, fát, virágot, pillangót, felhőt, madarat. Apánk kezét, anyánk mosolyát, kisgyermekünk első kacaját, a csókot, ahogy lányajkon kigyúlt, a vágyat, mikor fellegekbe nyúlt, feléd, uram, akár a jegenye. Jövendőt kért, békét és életet, mégis a bal kezed mozdult elénk, s ránk bocsátottad a végzetet. Most már igazán nem tudom, a sorsot hogyan, s miképpen rendezed. De bujdosók könnyében s bánatában nem lelheted, uram, a kedvedet. Uram, nekünk ez a föld idegen. Az ég sem derít itt sugarat mi ránk, bajor erdőkön bujdosó magyarnak bogáncsos úton nem terem virág. Más itt a szél, másként suhog az erdő. Más nyelven szólnak a patakok, bozót épi a bujdosó magyart, kivert, hazátlan, árva és zavart. Uram, te ezt így nem akarhatod. Amerre járunk, ködlepi az erdőt. Nyögnek a fák és tövisek sebeznek. Bármerre indul céltalan nyomunk, még az ösvény is átfordul keletnek. Uram, rendeld már, hogy hazamehessünk. Mindegy hogyan, és mindegy milyen áron. Nem akarunk örökké bujdokolni ezen a zord, otthontalan világon. Ha kell, gyalog is, éhesen, vaccogva, tépet lélekkel és halálra váltam. Csak otthon legyünk egyszer a hazánkban. Vert farkas mellé farkasnak beállunk, vagy koldusnak a templom küszöbére. Rabnak, ha kell, testvérrabok közé. Csak hazajussunk végre. Hogy beszélhessünk magyarul a földhöz, s megértsük, amit zúgnak a szelek. Ha Szodoma láttán kővé változom, uram, én akkor is hazamegyek. Nincsen napodnak máshol melege, sehol sem olyanok a csillagok. Ha százszor átkozott is az, aki magyar, nem lehetek más, ha egyszer az vagyok. Add újra látnom apámat, anyámat, vagy sírjukat, bárha többet nem lehet. Hadroskadjak egy üszkös romtövébe, eldobva végre a vándorbotot, s úgy súgjam megadással. Mi atyánk, sokat vétettem ellened, s nagyot. De nézd, megtörtént a te akaratod.
Adi Endre, dalok a labdatérről. Valamikor labdatéren hét fiúkkal összekaptunk sorshúzáson. Ki az az egy nem osztozó labdaverő boldogságon? Ki az az egy, ki ne játszon? Engem dobott ki a sors. Mindig engem, mindig engem. Kövérkönnyel, súvárvágyjal víghat körül leskelődtem, témferegtem. Most is víghat körül, kik nem hatan, százan, ezren labdát vernek víg feletten. Csak úgy kussoltat a sors. Mindig engem, mindig engem. Ni most a labdatéren milyen gyorsak a fiúk, és még szebben kacagnak, miként a régi hatok. Milyen szent volna utódomat meglelni, a kitudott kis senkit, fölösleges nemi játszót, s szólni hozzá vígan. Fiacskám, meglátod majd, lesz egy nagy labdajáték, s ott te leszel a vezér. Repülsz, miként a labda, zsikolsz, mint egy víg rigó. S ha majd nagyon elfáradsz, keresed a hatokat. Keresed, s nem találod. Így van ez jól, fiacskám. Régi hét fiú közül íme engem tartott meg a fő labdaverő. S a többit szépen, ifjan kiverte a játékból. Így szólnék utódomhoz, de bár bejártam százszor a régi labdateret, nem lelem, nem találom. Talán más most a világ. Nincs játékból kitudott csenevés sárga fiú. Pedig nagy labdaverő, én titkos nagy Jehovám, úgy szeretném az ilyet, mindet összegyűjteni. S egy vígságos játékban egy utolsót játszani.
A következő percekben Tverdota Hanna és Bojtos Csongor Karinti Frigyes őnagysága 1916-ban című jeleneteit mutatja be a felkészítő tanáruk Szurdok Lili. Őket követi a színpadon Lőrinc Jászmin, Nagy Réka, Szabó Roberta és Volter Adél, akik homok animációval készültek a mai esti gálára. Eközben Kodály Zoltán, Kállai Kettős első tételét hallgathatjuk meg. Természetesen. És ő például kicsoda? Ő? Nagyságos asszonyom. Melyik ő? Ez a katona a másik asztalnál. Ő egy főhadnagy. Főhadnagy? Azt miről látni, hogy főhadnagy? Tetszik látni, nagyságos asszonyom? Két arancsillag van a galérián. Úgy. De bizony négy van. Mindkét oldalon kettő. Aha, már értem. És ez nagy állás? Ahogy vesszük. Sok rang van alatta, de fölötte is van elég. És ennek milyen állása van a csatában? Pardon? Nem egészen értem a kérdést. Hogy milyen állás van a csatában? Na igen. Hogy milyen foglalkozása van? Mire van beosztva? Ez vezeti a csatát? Ez mondja azokat az izéket? Vezényszavakat? Hát milyen vezényszavakat tetszik gondolni? Hát, hogy hapták, meg bal jobb, meg előre arc, hátra arc, amik kellenek a csatában. Hát, ezek éppen nem kellnek az ütközetben, de minden esetre vezényel, igen. Rendes egész zászlójakat vezet, ami csatában több száz emberből is állhat. Tudom én, már láttam ilyet, az Ezred kisasszony operetben. Egy nagyon jó primadonna színésznő játszotta a főhadnagyot. Az is mondta, hogy hapták, hapták! Hát, na igen, hát nem éppen. Nem vagyok én olyan műveletlen. Jaj, dehogy is, nagyságos asszonyom. Sőt, meglepő és tiszteletre méltó ez az érdeklődés korunk legnagyszerűbb mozgalma, a militarizmus iránt. Hát igen, az ember érdeklődik. És mondja, mennyit kap egy ilyen főhadnagy egy csatáért? Hát, hogy mennyit? Nem értem a kérdést. Na hát csak van fizetés egy ilyen nagyrangú főhadnagynak. Hát persze, hogy van. Hát azért kérdezem, mennyi áll neki egy csatáért? Vagy általányban fizetik, nem csatánként? Mondjuk általányban. És körülbelül hány csatát kell neki csinálni havonként? Istenem! Hát azt nem lehet pontosan megmondani. És amelyiket megnyeri, azért többet kap? Minden esetre nagyon méltányos gondolat, nagyságos asszonyom. Csodálom, hogy még a hadvezetőség nem gondolt erre. Pedig világos. És mondja, ez a főhadnagy hol dolgozik? Hát, a parolia után ítélve valamelyik vadászezredben. Hisz akkor nem lehet rossz dolga. Hát, hogy nem lehet rossz dolga? Hát persze, vadászni nem rossz. És ezek mikor vadásznak? Délelőtt vagy délután? Pardon, azt nem egészen úgy kell érteni. Ez csak olyan szimbólum. Na és, a szimbólumok nem vadásznak? Az más. És mondja, hány éves? Ez a főhadnagy. Azt igazán nem tudom megmondani. És most miért komolyodott úgy el? Nem tudom. Hát az újságot olvassa. Biztos rosszul esik neki, az Erzurumot elfoglalták. Na és? Hisz az jó, ha elfoglalták. Mindig örülni szoktunk, mikor elfoglalunk valamit. Igen, de ezt kivételesen az oroszok foglalták el. Na és? Hát az nem jó. Hogy az oroszok elfoglalták? Hát persze, hisz azok nekünk adják. Pardon, egy kis tévedés. Az oroszok nem a szövetségeseink, hát velük hadilában állunk. Ja, az más. Annyian vannak ezek az országok. És mondja, mit gondol? Van ennek a főhadnagynak felesége? És ha nem, ki lehet a szeretője? Thank you.
Gyalai Oszkár, Noel és Békési Csenge táncát a tavalyi kiugrógálán bemutatkozott Totally Spies együttes kíséri, felkészítő tanárok Püspöki Dávid. Reflections on the water, warmth and darkness in the depths. See him surface an every shadow. On a way I feel his breath. Golden eye, I turn for sweetness. Golden eye, I do what I please. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves diákok, tisztelt vendégeink! Folytatjuk a 2019-es kiugró gálát. Felkérem dr. Kálai Mária országgyűlési képviselőasszonyt, a Jász Nagy Kunszolnok tehetségsegítő tanács elnökét. Hossza meg velünk köszöntő gondolatait. Köszönöm szépen a lehetőséget, jó estét kívánok, nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm a mai késő délután lassan estében hajló idő valamennyi kedves részvevőjét. Nagyon nagy örömmel tölt el, hogy megint majdhogy nem tele van a nézőtér, és be kell, hogy lássuk azt, hogy 8 év alatt nem csökkent az érdeklődés a szereplőket illetően semmiféleképpen a kiugró gála iránt. Hogyha megnézzük a média kutatásokat, én magam nem tudtam, egy kis utánolvasással tudtam meg, hogy ma Magyarországon az egyik legtöbbet nézett televízió műsorok a különböző tehetségkutatók. Az ember elgondolkodik, hogy miért is. Egyrészt ugye nyilván szeretünk mindenféleképpen a szerencsét próbáló gyermek győzelmét látni, másrészt pedig mindenféleképpen nagyon fontos az, hogy amikor egy tehetségkutatóban egy valódi, igazi kincsre rátalál az ottani zsűri, rátalál az egész ország, akkor az tényleg öröm. Jó érzés az, hogy ebben a városban nálunk is vannak ilyen kincsek, és a mi felelősségünk az, hogy hogyan találjuk meg azt a lehetőséget, hogy ezek a kincsek minél többször megmutathassák magukat. Hát ilyen a kiugró is, és én úgy gondolom, hogy egy jó érzésű ember soha nem maradhat közömbös azzal, hogyha lát egy tehetséges fiatalt, minden felnőttben meg kell szólalni annak, hogy hogyan tovább, legyen ez család, legyen iskola, legyen bármilyen kulturális, művészeti, civil szervezet, én úgy gondolom, hogy a tehetségeink adottak, a tehetség fejlesztése, tehetség felismerésére, hasznosulására, megmutatására való intézmények, szervezetek, felnőttek szintén adottak, és ez így van jól. A tehetség tudjuk jól, hogy valóban erőforrás, erőforrása egy nemzetnek, erőforrása egy városnak, és nagyon nagy öröm egy családban mindenképpen.
Ebben a folyamatban megvan a felelősségünk, én most egy sor intézményt felsoroltam, én úgy gondolom, hogy a családnak is ott van a lehetőség, és köszönet is minden családnak, hiszen egy-egy tehetséges gyerekkel hány edzésre, hány próbára, hány versenyre, hány kiugró gálára, hány néptáncműsorra, és sorolhatnám, utazunk, megyünk, én úgy gondolom, hogy amit a család, ha ezt teszi hozzá, akkor már nagyon-nagyon-nagyon sokat tett hozzá. Természetesen nagyon fontos az, hogy országos szinten is nézzük meg azt, hogy a fiatal tehetségek hogyan tudnak itthon boldogulni. Engedjenek meg egy néhány számot. 10 éve indult éppen a Nemzeti Tehetségprogram. A program indulásakor 2009-ben maga a küldetés nagyon nemes volt, 500 millió forint állt rendelkezésre, és ebből az 500 millió forintból 15 000 fiatal sikerült segíteni. Az, hogy mennyire örökértékű és érvényű történet maga a tehetségfejlesztés, tehetséggondozás, a számok nyelvén kifejezve 2009-ben Magyarország kormánya 3,3 milliárd forintot költött, fordított a Nemzeti Tehetségprogramra. Én úgy gondolom, hogy ez nem költés, hanem befektetés. Ezzel mintegy 500 ezer fiatalt sikerült támogatni. Pontosan tudjuk azt, hogy ebben a megyében is, ebben a városban is, akár egyéni ösztöndíjjal, tehetséges gyerekek ösztöndíjával, akár iskolákon keresztül, akár tehetségprogramon keresztül azért számos fiatal részesült támogatásban, hiszen az egyik legkomolyabb erőforrás az emberi tudás. Mindenféleképpen fontos az, hogy hogyan bánunk ezekkel a fiatalokkal. Lehet az, hogy egy-egy fiatal adott esetben akár érzékenyebb, adott esetben kreativitásából adódóan a viselkedése nem mindig olyan szabályos. Én azt gondolom, hogy az alkotó tehetség különböző módon tör magának utakat. A mi felelősségünk az, hogy fölismerjük, gondozzuk, és felelősséggel egyengessük az útját. Én tisztelettel köszönöm meg a Megyei Tehetségsegítő Tanácsnak, a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak, az Abonovák Kulturális Központnak, és mindenkinek, aki évről évre keresi annak a lehetőségét, hogy a tehetséges fiataljaink megmutatkozhassanak, a felkészítőknek, mentoroknak, és hát maguknak a fiataloknak, mert azt is tudjuk, hogy bármilyen tehetséges valaki, egy-egy mozdulatot 10 000-szer kell talán elgyakorolni ahhoz, hogy az a legmagabiztosabb tudást adja, tehát a munka, a kitartás, az elköteleződés, a szívosság semmiképpen nem spórolható meg, de én azt gondolom, hogy ez is így van jól. A mai nap során 57 produkcióval mintegy 200 diák nevezett, itt, akit láthatunk a színpadon, biztos elhangzott már, 122 részvevővel, 38 műsorszámnak örülhetünk együtt. Sok minden gondolat fogalmazódhatna meg, én a híresen csodált finn iskolarendszer egyik professzorasszonyától hoztam egy idézetet. Az a feladatunk, hogy olyan eszközökhöz segítsük a gyerekeket, amelyek segítségével, reménnyel és várakozással indulnak neki a jövőnek. Én azt kívánom, hogy minden szolnoki tehetség valóban inspiráló módon, nagy motivációval és felhasználva mindazt, amit a tehetségfejlesztése során kapott. További kellemes estét kívánok, és mindenkinek köszönjünk a munkáját. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük országgyűlési képviselőasszony ünnepi gondolatait. Kérem, fogadják szeretettel Tverdota Gréta és Frölica Noémi aerobik produkcióját, majd hallgassák meg Fazekas Máté előadásában Aranyosi Ervin a Fiú és a Szögek című versét, felkészítő tanárai Makra András, Borsos Janics Katalin. Őt követi a színpadon a Korvinka gyermektáncegyüttes Gá című produkciója, felkészítő tanáraik Nánási Alexandra és Bója Dávid. Látványtáncot mutat be sóelemekkel Békési Csenge és Nagy István Viktória, felkészítő Kalamár Brigitta. Majd ismét Fazekas Mátét láthatjuk és hallhatjuk a színpadon, turkevei népdalcsokrot énekel. Felkészítői Makra András, Borsos Janics Katalin. Farkas Laura Viola pedig egy rövid népdalcsokrot énekel, felkészítője Bálint Erika. A népdalokat követően a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola A3-as balettcsoportjának előadását láthatjuk Tavasz Tündérek címmel, felkészítő tanáruk Rimóci Márta.
Aranyos Jervin, a fiú és a szögek. Volt egyszer egy fiú, rossz szokással áldott. Mindig kötözködött, mindenkit megbántott. Mindent jobban tudott, mint a földön bárki. Hogy más meg ne bántson, nem tudta megállni. Folyton veszekedett, szinte sportból tette. Nem csoda, hogy ezért senki sem szerette. Egy szép napon aztán így szólott az apja. A világ zordságod igencsak unhatja. Itt van egy zacskó szög. Ha türelmed veszted, ha megbántasz bárkit, ezután majd eszted. Menj a kerítéshez, fogj egy apró szeget, vezesd le a dühöd, mi bentről feszeget. A nap végén aztán számold meg, hogy hányszor borult el az elméd a mások bajától. Úgy is történt aztán, s a fiú megtette. Minden újabb bántást szögelés követte. Első nap 37 volt a szegek száma, mint a fiú bevert a kerítésfába. Elszégyelte magát ilyen nagy szám láttán, s uralkodni kezdett indulatosságán. Napról napra csökkent a szeg mennyisége, az volt csak a kérdés, hogy mikor lesz vége. Majd eljött egy szép nap a fiú életében, mikor nem került sor új szög beverésre. Megkereste apját, büszkén elmesélte. Nem került újabb szög ma a kerítésbe. És az apja így szólt. Mától másképp tegyed. Ha nem voltál dühös, húzzál ki egy szeget. Elszálltak a napok szélnél sebesebben, s lásd csodát, a szegek is elfogytak csendben. Azután a fiú apja elé állott. Lelke lenyugodva nézte a világot. S a kerítéshez kiballag az apja, fia büszkeséggel művét megmutatja. Édes fiam, mondja apa a fiának. Amit eddig tettél, előnyödre válhat. Szépen viselkedtél, tanultál belőle. Tudom, nem volt könnyű, s nem szöktél előle. De nézd a kerítést, mennyi lyuk borítja. Az emberek lelkét pont így nyomorítja, minden veszekedés, minden düh és bánat nyomot hagy másokban. S bár van rá bocsánat, az okozott sebek mind-mind megmaradnak. Ne bánts szavakkal se, jegyezd meg magadnak. Változz előnyödre, tárd ki tiszta lelked. Válj olyan emberré, kit mások szeretnek. Mert ha így folytatod, lesz majd sok barátod. Szeretni is könnyebb. Egyszer majd belátod. Hogy a liga? Paradicsom, paprika, kapus, baja.
Vágni, el tud a lányokhoz járni. Lád a lány.
megfőtt már a hagyma leves. Angyom asszony kutyát lopott, néken dudát csináltatott. Süsse meg kend, angyom asszony, hisz még morog, mikor húvom. Süsse meg kend, angyom asszony, hisz még morog, mikor húvom. Zöld erdőben, zöld mezőben sétálgat egy páva. Kék a lába, zöld a szárnya, aranyos a tolla. Hívott engem utításnak, nem mentem el véle. Vásárhelyen nincsen olyan legény hely, aki nekem kéne. Anyám, anyám, édes anyám, menjünk az erdőbe. Fölkeresem azt a pávát, s megkérdezem tőle. Nem látta-e a kedvesem abban az erdőbe? Kiért fája, fája gyönge szívem, hely meg is hallok érte. Én vagyok a kunsági fi, nem parancsol nékem senki, sem a jársek, sem a kunság, sem a karcagi bíróság. Hallod-e te, hallod-e te, juhász fiú, hova lett a legjobb ikjú, kibe volt, vagy 20 van gyapjú, egy csubára való gyapjú.
Most pedig következzen a Korvinka Gyermek Tánc Együttes tagjainak műsora. Elsőként Rafael Milán Gusztáv ad elő sárközi verbunkot, majd Baranyi Mónika és táncos Kira előadásában láthatunk sárközi ugróst és frist. Őket követi Bukta Sándor Patrik Sallai verbunkja, majd Lukács Hédi és Rosvai Máté mutat be szilárdsági táncokat. Thank you.
A következő percekben Kovács Petrától hallgathatunk meg népdalokat, felkészítő tanára Bálint Erika. Ezt követően a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola A5-ös balett csoportjának előadását láthatjuk, melynek címe Ellentétek. Felkészítő tanáruk Rimóci Márta. Harmadikként Gál Panna street dance hip-hop modern tánc bemutatója a színpadon, felkészítő tanára Polgár Csilla. Egyébként Panna ma Budapesten az országos street dance hip-hop versenyen fél profi kategóriában harmadik helyezést nyert, és onnan érkezik ide. Akkor szép az erdő, mikor föld, mikor a vadgalamb benne költ, olyan a vadgalamb, mint a lány, sírva sétál a párja után. Olyan a vadgalamb, mint a lány, sírva sétál a párja után. Jaj, de sokat jártam, fáradtam, mikor házasodni akartam. Nem találtam kedvemre valót, csak az a szeretőm, aki volt. Nem találtam kedvemre valót, csak az a szeretőm, aki volt. Szabad madár, vagy te rózsám, mégis ritkán jössz el hozzám. Ha én olyan szabad volnék, éjjel-nappal nálad volnék. Éjjel-nappal nálad volnék.
piša paj. E te še prav, če se dud fiz be meg. Je hrni hala, da zbleb lifo tajs. Ben na flaj, ste na pola pa. Juli propa, ne na pola pa. Evo v plese, juli so na guam. Hala treče, opa donda da. Hamarosan Kálai Gabriellát láthatják és hallhatják a színpadon, aki Whitney Houston I Have Nothing című dalát adja elő felkészítő tanára Virágné Hamar Nóra. Őt követi majd Fábián Fanni, Fábián Fruzsina, Hornyák Zenina, Bozsik Hanna, Bozsik Barnabás, Sokvári Melitta, akik látványos kötélugró bemutatóval készültek a ma esti gálára. Felkészítő tanáraik Koncsecskó Diszterhöft Orsolya és Sárszegi Dávid. Azután a színpadon a Soul Dance TSE lányformációja, Hodagián Dóra, Major Viktória, Tóth Lilla, Pintér Bianca, Szabó Hanna, Horváth Dorina, Kovács Kármen, Magyar Gréta, Bozsó Bianca, Kocsis Johanna, Budai Lilla, Ondér Anna, Kozma Kira, ők ma szamba koreográfiával készültek, felkészítő tanáruk Püspöki Markó Ágnes. A lányok előadása után fogadják szeretettel a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 5. C osztályát, I Am an Albatros című balett előadásukat tekinthetik meg, a felkészítő tanár Rimóci Márta. I'm
Thank you.
Hölgyeim és uraim, kedves diákok és tisztelt vendégeink! Ezzel a produkcióval a 2019-es kiugró gála végére értünk, jön a díjátadó. Tavaly hagyományteremtő céllal alapítottuk meg az év szolnoki felfedezetje elnevezésű díjat, melyet kategóriájuk legjobbjaként kaphatnak meg a diákok. A díjakat felajánlotta a Hangtrend Kft., a Reptár Nonprofit Kft., Szolnok megyei jogú város önkormányzata, valamint a Szolnoki Tankerületi Központ. A díjakat átadja Szutori Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója. Kérem, fáradjon a színpadra! Tánc kategóriában az elismerést kapja a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A3-as balettcsoportja Tavasz Tündérek című produkciójukért. Ők az oklevél mellett a Reptár jóvoltából belépőjegyeket vehetnek át. Tapsoljuk meg őket! És ugye a diákok maradjanak a színpadon, hisz majd lesz egy közös fotózás is. A következőkben az egyéni teljesítmények értékelése következik. A diákok a Szolnoki Tankerületi Központ ajándékát kapják. Vers próza kategóriában elismerésben részesül Bakos Gergő Dominik. Itt van Dominik? Valahol eltűnt Dominik. Szeretettel várjuk ide a színpadra. Addig ének kategóriában kiemelkedő teljesítményért kapja most a díjat Kállai Gabriella. Gabriella érkezik, és természetesen Dominikot is várjuk. Nagy szeretettel a színpadra. Hangszeres zene kategóriában elismerésben részesül Nagy Kornél Márk. Egyéb kategóriában kiemelkedő aerobik produkciójuk elismeréseként a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói részesülnek elismerésben. Kovács Adél, Kis Kornélia, Gajdos Viktória és Percer Kata, akik sajnos most nem tudnak jelen lenni ma esti gálánkon, jelenleg is diákolimpián vesznek részt. Az ajándékot a Hangtrend Kft. Jóvoltából a Palacsonyta Fesztiválra szóló belépőket természetesen eljuttatjuk hozzájuk, mint ahogyan a tapsot is, amit most kapnak. A külön díjak átadása után kérem, hogy az összes szereplő fáradjon fel a színpadra, ahol oklevelet és az Abanovák Agora Kulturális Központ felajánlásából egy csokoládé fesztiválra szóló belépőjegyet vehetnek át. Szolnok megyei jogú város polgármesteri hivatalának oktatási, kulturális és sport osztályának osztályvezetőjétől, Tapasztó Ildikótól, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatójától, Szutori Szügyi Csongortól, Polgár Piroskától, a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum szakmai főigazgatóhelyettesétől, Császár Istvántól, a Jász-Nagykun Szolnok Tehetségsegítő Tanács titkárától, és Hajnal Annától, az Abanovák Agora Kulturális Központ szervezési csoportvezetőjétől. Az ajándékok átadása után csoportképet is készítünk, melyhez kérjük, hogy a zsűritagok is fáradjanak fel a színpadra, úgyhogy szerintem majdnem mindenki. Jöjjetek, jöjjenek! A
Amíg a szereplők és a zsűritagok érkeznek a színpadra, engedjék meg, hogy külön köszönetet mondjunk azoknak az iskoláknak, szervezeteknek, amelyek a nevezések összegyűjtésében és a diákok támogatásában nagy segítségünkre voltak. Az Ádám Jenő Zeneiskola, a Bartók Béla Zeneiskola, Brigi Dance Mozgás Stúdió, a Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola, a Fiumei Úti Általános Iskola, a Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Laurus Alapfokú Művészeti Iskola, a Rákóczi Falvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Szanda Szőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Soul Dance Tánc Csoport Egyesület, a Szolnoki Szent Györgyi Albert Általános Iskola, a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, az Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, és természetesen köszönjük a felkészítő tanárok áldozatos munkáját is. Úgy látom, minden érdekelt a színpadon, és épp átvették a díjakat. Hölgyeim és uraim, kedves diákok! Gála műsorunk ezzel végére ért. Engedjék meg, hogy a diákoknak és díjazottainknak még egyszer szívből gratuláljunk. Most pedig a Szolnoki Tankerületi Központ nevében sok szeretettel invitálom Önöket egy szelet tortára itt a színpadon. Reméljük, hogy befér, beérkezik a torta is. És találkozzunk jövőre, illetve két év múlva ugyanitt. Viszontlátásra!